Közben megindul Filip Besirovic. Még menthető a helyzet, gól! Olyannyira menthető a helyzet, hogy Dražić góljával meg is szerzi a vezetést a mezőkövesd. Egyetlen egy másodperc kihagyás volt most a Puskás Akadémia védelmében. Jött a baloldali beadás laposan, és hát ki más, mint a házi gólkirály, Stefan Dražić, aki már 7 gólnál tart, aki 5 gólt szerzett a felkészülési mérkőzéseken itt a télen, közvetlen közelről most nem hibázza el. Ugye itt semmi nem utalt még erre, hogy ebből bármi lehet, sőt még itt sem. És Dražić gyönyörűen kapta vissza a labdát, és azt kell, hogy mondjam, hogy akit még meg kell dicsérni, az az a Babunski, aki itt kifele hozza a labdát, és hezitálás nélkül rúgja vissza középre, ahol pontosan egyébként Stronátit előzi meg Stefan Dražić. 1-0 a mezőkövesnek.